Sziasztok, üdvözletéket újra itt a csatornámon. Én Timi vagyok. Jó az. És az elfogytak videót hoztam nektek. Egy ekkora kis kosárkám van, tel is tere. És emellett még van még mellette még három termék. Ezekről lesz ma szó. Leteszem, mert potyognak ki belőle a dolgok. Ezekről a termékekről fogunk ma beszélni. Tudjátok, hogy működik ez, de esetleg azoknak, akik még nem jártak eddig itt a csatornámon, azoknak szeretném elmondani. Az elfogytak videó az arról szól, hogy összegyűjtöm azokat a termékeket, amiket az utóbbi időben, ebben a hónapban elhasználtam, és beszámolok nektek, hogy mik azok a termékek, amik beváltak, amiket ajánlok nektek, amik nem váltak be, nem szeretem, mi a jó, mi a rossz, és ezekről egy picit bővebben fogok nektek beszélni, és így ti is egy véleményt tudtok alkotni róla, hogy érdemesebb beszerezzétek ezt a terméket, vagy sem. Emellett ti is esetleg olyan termékeket tudtok jobban mondani, inkább olyan termékekről tudtok hallani, amit lehet, hogy régóta nézelgettek a polcokon, de nem volt alkalmatok kipróbálni, mert nem tudtátok, hogy milyenek-e. És így egy kis véleményt tudok alkotni róluk. Én is nagyon szeretem nézni a hasonló videókat a csatornákon, vagyis jobban mondva a YouTube felületén, és én is nagyon szeretem készíteni őket. Amint láttátok, ennyike kis dobozka, de elég sok minden van benne. Először kezdeném a három dobozzal, vagyis a három termékkel, ami a dobozon kívül van. Bocsánat, majd utána, ami a dobozban lapul. A legelső termék az egy kozmetikai kendő, nagyon szép kis doboza van, minden kis oldala ilyen más képekkel van, és Rossmann saját márkás, azt hiszem, hogy két rétegű, három rétegű, bocsánat, és 56 darab volt benne, így néznek ki, egy ilyen kis kockácska, nem tudom már, hogy mennyi volt, de három réteg és 56 darab volt benne, de biztos vagyok benne, hogy sokkal drágább volt, mint a két-három rétegű 100 darabos, amit a Tesco-ban és a Lidl-ben szoktam venni, azok nagyon jók és nagyon szeretem. Van még itt egy tusfürdő, még van benne egy picike itt az aljában, amit kézmosó szappannak használtam el. Az egyik videóban meséltem nektek, hogy ezek a Penny saját márkás Bocsánat, bekapcsoltam ezt a fényt már, ha itt van, akkor be is kapcsoljuk. Meséltem nektek ezekről a Penny tusfürdőkről, hogy állagra nagyon géles állaguk van, nem krémes, nem valami hiper-szuper. Egy probléma van velük, hogy nagyon szárítják a bőrömet, úgyhogy kézmosónak használom a szappanadagolóban, úgy jó volt, nem volt vele baj. Ez volt az utolsó, és többet biztos, hogy nem fogok vásárolni Penny saját márkás tusfürdőt. Elhasználtam még egy Ember Elixir testápolót, egy 250 ml-es, így. Ilyen kis tégelyben volt, nagyon erőteljes illata volt, ez a Ember Elixir parfümnek a parfümös testápolája, nagyon erős illata volt, de vele együtt nem az a kellemes, szóval több használat után már úgy voltam vele, hogy nekem ez túl tolakodó, túl erős, túl parfümös illat, úgyhogy biztos, hogy nem fogom újra vásárolni. Az Oriflame-től ki szeretném próbálni a Milk and Honey ilyen kis tégelyes testápolóját, arról hallottam, hogy nagyon jó, nagyon jó illata van, 12 hónap felbontás idő után a lejárati dátuma, és azt szeretném kipróbálni, úgyhogy azt biztos, hogy be fogom szerezni. Elhasználtam még az Avon Senses termékcsaládból egy 250 ml-es joghurtos és epres szappant, és ez volt, amit elhasználtam. Ebbe meg belement a végén majd ez a tusi, úgyhogy ezt a kettőt használtuk el ebbe a hónapban, ez így néz neki. Ennek nagyon kellemes volt az illata, nagyon szerettem, valahol itt van a
gesztus fürdője is. Igen, mert azt is elhasználtam, és elhasználtam a tusfürdőjét is, egy 250 ml-es tusfürdőt. Ez is 250 ml, ez is 250 ml. Na, mindegy. A tusfürdőjét is elhasználtam. Ez egy ilyen kocsonyásabb állag úgy a tusfürdő, mint a szappan. Nem is gél, nem is krék, hanem inkább egy ilyen kocsonyásabb, sűrű állaga van. Nagyon szépen habzott, inkább mutatom így. Mind a kettő nagyon szépen habzott, nem szárította egyik sem a bőrömet, nagyon jó illata volt, és mind a kettőnek tartós illata volt a bőrön használat után is, úgyhogy ez egy nagyon jó, és ez biztos, hogyha még fogok leadni rendelést a Savonnál idővel, miután elhasználom az itthoni tusfürdőket, akkor lehetséges, hogy újra fogom vásárolni. Ugyanúgy tusfürdő, van itt egy Love Nature-es, az Oriflame-től, ez egy 250 ml-es tusfürdő, menta és málna illattal, nagyon jó illata volt, és volt benne ilyen kis pici kis radírozó szemcse, nagyon kellemes volt az illata, és a kedvences videóban is benne volt. Ez vitte a topot, a legjobb tusfürdő, amit valaha életemben kipróbáltam. Radírozó, habzó, hidratáló, mindent, amit elvárunk egy tusfürdőtől, ezt tudja nyújtani. Nagyon kellemes volt, nagyon szerettem, és biztos vagyok benne 100%-osan, hogy őt újra fogom vásárolni. Elég borsos áruk van, mert egy ilyen kis tusfürdő, ilyen 900 forint és 1000 forint közt szokott mozogni, ugye akciótól függően, míg ugye egy Avonos tusfürdőt megveszünk 400-500 forintért, vagy egy DM Rossmann 320 forintért, ahhoz a ár, jobb mondom, ahhoz az értékhez ez nagyon drága, ezek mondom 900 forintokat lehet beszerezni, hogy a webajánlatoknál is be lehet szerezni ilyen 600-700 forintokért. Elég drága, de viszont nagyon-nagyon jól tesz a dolgát, nagyon meg voltam velük elégedve, nagyon tetszett, és teljes szívvel tudom ajánlani. Már ha testápolásnál tartunk, akkor megmutatom az összes testápolást, amit itt találok, és akkor így haladunk tovább. Együtt a férjemmel elhasználtuk ezt a Tesori Doriente. Doccia Crema. Ja, Moschio White Mask, jobban mondva, White Mask, ez egy unisex illat, ez nagyon kellemes, nekem a gyerekkort idézi fel, az ilyen szappannal fürdős gyerekkori időket, nagyon kellemes illata van, a férjem nagyon szereti ezeket a Tesori Doriente tusfürdőket, szerintem ez a második vagy a harmadik, amit vásároltam neki, és mondta, hogy ha találok akcióban, vegyek még, mert egy kicsit borsos áruk van, ilyen 1100-1200 forintok közt van egy ilyen tusfürdő, és azért a 250 ml-ért szerintem elég drága, mert abból veszek két Niveát, vagy Babát, vagy Dove férfi tusfürdőket, de viszont nagyon szereti, úgyhogy azt mondtam, hogy még be fogok belőlük párat szerezni, csak nagyon ritka a férfi illatot megtalálni. Férfi illatból találtam egy 2-3-at a makeup.hu oldalán, és ott 890 forintért van, és 1170-ért, attól függ, hogy melyik illat, és azt mondtam, hogy fogok neki belőle venni kettőt, még két illatot, hogy legyen itthol, mert szereti, megmondom, hogy szintén én is használtam, és egy nagyon jó tusfürdő. És még van. Elhasználtam még egy 150 ml-es testradírt, az Avonnak a Naturals termékcsaládjából, bocsánat, ez egy pink, grapefruit és aprikot, azaz barack és greffes. Ennek is eltört a fedele sajnos, mert elejtettem. És mivel nekünk a zuhanyzó kabinunk, amit már mondtam, beépített, jóban nem beépített, hanem szépen körbe beburkoltuk és lett, és így, ha leesik valami, általában az eltörik, itt is,
azok eltörnek, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, hogy ne nagyon elitegessünk ott el dolgokat. Kedvenc bőrradírom, de az összes bőrradíróból, amit próbáltam, az az Avonos bőrradír. Sajnos tudomásom szerint műanyag szemcséket tartalmaz, ugye, ami elég káros, mondjuk úgy, mert ha bekerül ugye a szemcsatornába és bele a vízbe, meghalnak a vízi kis barátaink, de nem akarok hülyeséget mondani, szóval nem szeretnék biztosat mondani, hogy műanyag szemcsés vagy nem. Biztos, hogy nem cukorszemcséket tartalmaz, úgyhogy nem szeretnék semmi ilyesmibe belemenni, de viszont a legjobb testradír, amiket próbáltam, az ez, és az erdei gyümölcsös is nagyon jó, de viszont ő viszi a toppot. Vannak még itt pici termékminták, és még 4 darab is, de szeretném a testre valóval kezdeni. Ez a Dermaflora, jobban mondva, kezdem úgy, 4-es csomag 490 forintba került, házhozszállítás ingyenes volt, és meg is rendeltem, amíg a Facebook oldalamon is meghagytam a linket, és még így is egy jó pár ismerősöm sikerült rendeljem. Ezek a 3 darabka, ez tusfürdő volt, kipróbáltam, nem egy nagy szám, én nem ajánlom. Hát ez a kókuszos legalábbis. Egy ilyen kókuszos. Én megértem, hogy 100%-os, vagyis 0% allergén, petrol, szilikon, parabén, stb. Szóval állítólag egy nagyon ökobió, szuper, szuper. Elment, visszahozom. Állítólag egy nagyon jó tusfürdőről beszélünk, de szerintem büdös, de konkrétan büdös. Nagyon tolakodó illata van, és olyan, mint valami lejárt cuccnak, még látjátok, még az aljában még van, bocsánat, merülök, amit látjátok, az aljában még van, van még itten egy 2-1-ben ha és testre való férfiaknak, ennek is ugyanolyan illata volt, nem is habzott rendesen, még van itt egy sima dermaflórás, ennek is ugyanolyan illata volt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem. Úgyhogy nem is fogok róluk beszélni, nem ajánlom. Ha szeretnétek a Dermaflora oldalán meg tudjátok vásárolni. Bocsánat, ezt elfelejtettem. Bocsánat, gyors repülőüzemmódra váltottam. Remélem legalábbis, igen. Repülőüzemmódra váltottam, ezt nem leszaladgáljuk. És van még itten egy micellás vízünk is. Ennek az illata elég semleges volt. Elég semleges volt. Jó volt, tette a dolgát, leszette a szemsminket, szempillaspirált, rúst is. Makacsabb, erőteljebb sminken nem volt, szóval nem tudom azt mondani, hogy például egy vízálló szempillaspirált leszedett, de az szerintem biztos, hogy nem, max az olajos, és azt tudom, hogy egy nagyon pigmentált rúzs esetleg le tud ezt szedni, így nézett ki. Nekem a szempillaspirál meg ezekhez jó volt. Úgy, ha már testnél tartunk, akkor mutatok 2 darab ízadásgátlót. Ez az első, a Dove Original. 48 órás védettséget ad, nagyon kellemes, nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon hiper szuper illata van, nagyon tetszett, védett, nagyon jó volt, emellett alkoholmentes volt, tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon krémes illata van, friss, egyáltalán nem tolakodó, 100%-osan védett, úgyhogy teljes mértékben meg voltam vele elégedve, el is fogyott, és itt van egy tele, Rossmann saját márkás, Isana Deo-ról, szenzitív, állítólag 0% alumínium, és 0% alkohol, 24 óráig véd,
gyengéden ápoló formula, alkohol, alumíniummentes 50 ml-es golyós dezodor. Ha emlékeztetek még a pályafutásom, mondjuk így a csatorna indításánál, azt hiszem, hogy DM saját márkás, ilyen alkoholmentes frincrancot vettem, és meséltem nektek akkor, hogy büdösebb vagyok, de konkrétan büdös egy ilyen deótól, mint hogyha nem fújnám be magam, nem kenném be magam semmivel 2-3 napon keresztül. Hát ez olyan volt, hogy amikor megvettem, rosszmanos... mit adtam le? Rosszmanos rendelést adtam le, nem volt ez a originál deó, sem az a Garnier-es deó, amit szoktam használni, de azt mondtam, hogy jó, kipróbáljuk ezt, 400 forint, 450, biztos, hogy jó lesz. Megvettem, bekentem magam, nem volt vele baj, majd utána kezdett az lenni, hogy olyan furcsa szagom lett, büdös, de konkrétan büdös, és nem izzadság szagom volt, hanem büdös voltam, ilyen izzadság evel keveredve, és nagyon gusztustalan illata volt. Adtam neki még egy pár esélyt, fürdés után este is, és nem, büdös voltam tőle, úgyhogy azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de még így is rossz. Adtam neki még egy esélyt, nem jött be, úgyhogy aki gondoskodik a Rossmann és DM is egyaránt mind a kettő saját márkás dezodorjaink, annak annyit szeretnék mondani, hogy ha meglátjátok, fussatok el előle, ne is vegyétek meg, mert nem jó egyel talán. Testnél még van itten, tudjátok, kedvenc borotvám, Big Twin Lady, 5 plusz 1, Rossmannban is be tudjátok szerezni, és szerintem Tesco-ban is. Nagyon jó, nagyon szeretem, teljes mértékben jó, nem vágom meg magam, nem nő be a szőr, és sima tusfürdővel használom, vagy a lábunkra például borotvahabbal, hónam alatt is csak ígyni, úgyhogy teljes mértékben tudom nektek ajánlani, nagyon jó, úgyhogy csajok, ezt próbáljátok ki, és nektek fiúk is van állít valami, mert ha vagytok a csatornán. Itt van egy Gillette Blue 2 plusz slalom, így néz neki, ebbe 10 darab volt, kétpengés szappancsíkkal, még azt hiszem, hogy egy-két darab van belőle, egy pont a férjem borotválkozott vele, meg egyet fóként, de nem, egyet nyúltam én le az este, mert ez nekem már elfogyott, és akkor ezt vettem le, hogy borotoljam le a lábomat, meg a humonom alját a tegnap, úgyhogy ezt próbáltam ki. Isteni gyerekek, a férjem is azt mondta, hogy nagyon jó, nagyon meg van vele elégedve, úgyhogy nem, ő ezt kint vette valahol, külföldön, német, az osztrák, nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy itthon is lehet találni, max nem 10-es kiszerelésben, hanem kisebben, de hogyha ti is találtok esetleg, nyugodtan próbáljátok ki, mert nagyon jó, de tényleg nagyon-nagyon jó. És akkor mondom azt még, hogy van itten egy szappanunk. Ez a Love Nature kókuszvíz és sárgadiny és 75 g-os szappan, nagyon kellemes illata van, inkább a dinnye érződik benne, mint a kókusz. Nagyon jó, nagyon kellemes, és teljes mértékben meg vagyok a szappannal elégedve. Még van még egy, de biztos vagyok benne, ha még adok az Oriflame-nél rendelést, több szappant is fogok rendelni, mert nagyon-nagyon-nagyon jók. És akkor menjünk át, van itt nekem kettő parfümöm is, ami elfogyott. Az egyik az Avontól a Persív, ami egy 70 vagy 50. 50 ml-es parfüm, így néz neki. Persív, nagyon, nagyon jó illata van, nagyon erőteljes. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemes, imádom, úgyhogy nektek teljes mértékben tudom ajánlani. Jegyeket már nem tudok hozzámondani. És elfogyott még a Pret-a-Porter Acoty parfümöm. Egy cseppnyi van még itt az aljában, de azt nem szeretném elhasználni.
Ezt a parfümet az egyik feliratkozómtól kaptam, a Bogitól. Biztos láttátok a videót, mert készült róla egy külön videó, mikor megkaptam. Kedvences videókban is benne volt. Ennek egy picit citrusosabb illata van. Én általában este használtam, mindig leszekvés előtt. Mondom, még van benne nagyon pici, de ez így üvegestől. Van neki egy ilyen kis doboza, itt láthatjátok. Ott van a kis doboza, egy ilyen fém doboz, abba vissza fogom helyezni, és meg fogom tartani az üveget emlékbe. Bogitól, mert ez volt a legelső ajándék, amit egy feliratkozómtól kaptam. Úgyhogy azóta még kaptam még egyet, ugye, az Ibroseres csomagot a Júliától, és most még fogok kapni még egyet, de azt nem mondom el. Úgyhogy ezt végképp elteszem ajándékba. Nézelődök, hogy mi van itten, mihez térjünk át. De először is van egy ilyen no-sense dolog. A Avonnál lehet kapni ezt Avonnál lehet kapni. Tudjátok, nem borotva habot, hanem epiláló krémet, és ahhoz szoktak adni ilyen kis spatulát, most már nincs itt hol krémem. Jó pár hónapja a spatulát nem tudtam, minek teszem el, mert minden dobozban van egy, úgyhogy attól is megválok. Elfogyott még egy Esther körömlaklemosóm, acetonos, 100 ml-es, No Name boltba szoktam venni, mikor mire esik a választásom, a kedvencem az a... Hú, de gyerek, nem tudom, minek szagoltam meg. A kedvencem az a Lidl-ben kapható, mert ugye annak ilyen kis faszakis, ilyen kis nagyon speckós adagolása van. Ezt elhasználtam, aki tudja és ismertek, azoknak már többször mondtam, hogy én télen is lakkozom a pedikűrömet, vagyis csinálom a körmeimet a lábomon, úgyhogy ez is elfogyott. Bocsánat, nagyon savan van. Én már nem is tudom, mikor DM. Rokudent, az rossz van. Rosszmanban vettem egy ilyen 3 darabos fogkefét. Ugye a férjemi az nehezebben használódik el, ugye kevesebbet van itthon, kevesebbet használja. Én ezt a kb. 2 hónapig, 3, nem tudom pontosan, amióta használom, de most már ledobtam és kivettem az utolsót, ami a csomagban volt, azt is elhasználom. Jók, de nem hiszem, hogy újra fogom vásárolni ebben a változatban, mert azt mondja, hogy ez közepes, de szerintem ez túl kemény volt, én megpróbálom próbálni a szótot is, és hát, hogyha az egy fokkal jobb lesz. Ennyikén van már itt a kis dobozban. Mutatnám a nedves törlőkendőket. Van 2 darab ultrakompakt, antibakteriális, citrusos illattal. 15 darab van benne. Nagyon szeretem, itt szoktam vásárolni fent nálunk a boltba. Sőt, még ajándékba is küldtem egyet, annyira meg vagyok vele elégedve. Vikinek is tettem a csomagba be ebből a nedves törlőkendőből egy csomagra, hogy próbálja ki. Én nagyon meg vagyok velük elégedve, nagyon kellemes illatok van. Míg ezt itt vettem nálunk Deep Fresh Hygienic Wet Wipes, 100 forintért vettem, ugyanúgy 15 darab volt benne, de a cipőmet takarítottam meg vele, őszintén mondom, hát gyerekek, tudjátok milyen illata van? Mint egy bútortisztítónak. Bútortisztító valamilyen nagyon erős valamivel, nagyon kellemetlen illata van, így néznek ki, meg is mutatom, úgyhogy ha ezt látjátok, ne vegyétek meg, maximum tényleg arra jó, hogy nem tudom, mielőtt beszállnátok az autóba, letörlődtek a cipőtöket, vagy beléptek a lakásba, megtörlődtek a cipőtök szélét, másra nem volt jó. Elfogyott még egy csomag, 160 darabos, vagy nem fogyott el, még van belőle, vagy 10 darab benne a fürdőszobában, egy ilyen kis bevola, ezt tehát a Kauflandban lehet kapni, saját márkás fülpiszkáló, nagyon jó volt, papírból volt a kis botja,
és 100% pamut volt a két céle. Meg voltam vele elégedve árarányban, nagyon jó volt. Ha még járunk Kauflandba, oda át, mert ugye ezt oda átról vettünk, akkor még veszünk, ha nem, nem. Most még van belőle egy pár darab, de a héten szerintem adok egy ilyen rendelést, mert kell egy-két dolog. Nekem is, meg a manikűrösömnek is kell egy-két dolog, úgyhogy fogok adni le rendelést. Arcmaszt tájéken, mind a három, ami alatt már az csak arctermék. Arcmasznál elhasználtam ezt a Isana Hydroboost, Hydrobooster-es fátyolmaszkját, tudjátok, hogy ez vízhiányos bőre, nagyon jó, nagyon szép víz felpoltló, akinek vízhiányos a bőre, vagy kiszárad, annak teljes szívvel tudom ajánlani. Egy nagyon jó termék, mindig tartok belőle itthon, még most van egy darab belőle, ugyanúgy a Vikinek is küldtem belőle, mert tudom, hogy ő mivel csak avonos termékeket használ, nem szokott drogériásat, gondoltam, küldök neki is egyet meglepibe, hogy nézze, próbálja ki, hogy drogéria szinten is lehet nagyon jó apró dolgokat találni, nagyon jó áron, bocsánat. Az ára 299 forint, egyszer használatos, de viszont felteszem a maszkot, és ha mi még van ében, így kiszoktam, így kenés, így bedőzsölöm el az egész nyakam, mellkasomat, plusz, ugye ez beszívódik, addig míg ülök az arcmaszka, és mint az arcmaszkot levetem, ami még benne marad, avval még egyszer egy kicsit így összetapogatva a nyakamon és a dekoltázsomon. Nagyon szerettem, kedvences videókban is benne volt, nagyon sokat beszéltem már róla, úgyhogy biztos ismeritek. Arcmaszk. Mindjárt mondom. Napkrém, egy 50 plusz faktoros, bocsánat, és ez a Sundance 50 plusz kicek gyerekiknek való. Én megmondom őszintén, ezt a DMS csoportban láttam. Facebookon van Rossmann terméktesztelős csoport és DM terméktesztelős csoport is, ahova több ember, amit megvásárol, bevált termékekről beszél. És ott láttam, hogy ezek a személyek, akik nagyon odafigyelnek arra, hogy ne gyártsanak szemetet az arcápolási rutinjukkal, minden mentes legyen, ne tartozzon alkoholt, parfümöt, több minden, szóval akik teljesen odafigyelnek az arcápolási rutinjukkal, ezt használják. Arckrém alá, napvédőkrémnek. Teljes mértéken meg voltam vele elégedve, nem fehéredett ki a bőröm, nagyon jó beszívta utána, vagyis beszívódott minden, a krém is. Nem mondom azt, hogy egy nagyon hiper-szuper arcom van, de viszont, közelebb jövök, ráncaim azok vannak, de nincs pattanásom. Itt van egy pár. Mit teszel ő? Itt van jó nagy egy pár, de viszont ennyi. Nekem ez teljesen jó volt, szerettem, és újra is fogom vásárolni. Utolsó termék, ismét egy DM saját márkás arcszérum. Így néz neki. Ezt biztos láttátok már csalódós videóban. Én megmondom, gyerekek, én ezt az arcomra el nem használtam, sőt, úgy látom, hogy még van még benne, de ennek kb. Annyi, mert nagyon csúnya színe lett, egy barnás színe lett. Én ezt a lábomra használtam el, megpróbáltam az arcomra tenni, nagyon zavart az illata, az állaga semmit nem tett, olyan volt, mint egy vizes bázisú, valami csoda, de mégis egy picit ragadott, de mégsem olyan, olyan semmilyen volt. És akkor az egyik feliratkozom, a Bogi, ő mondta, hogy ő az ilyesmit a kezére szokta elhasználni. Azt mondom, hogy a kezemre nem merem, mert azért csak kilátszik, ha netán valami allergiás reakciót kihoz, hogy valami kilátszik. Mondom, inkább rákerem a lábomra, és a sarkaim azok nagyon hamar kiszáradnak, nagyon hamar berepedeznek, nagyon oda kell figyeljek. Krémezés szempontjából, hámlasztózókni szempontjából, minden szempontból sarokeszelő. Úgy gondoltam, én elhasználom a lábomra. Arra jó volt, változás nem volt, jobbá nem tette, de nem volt egy rossz termék. Ez lett volna az utolsó termék, amit meg szerettem volna nektek mutatni.
Remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornára, várlak titeket a következő videómban, és nem is húzom az időt, mert nagyon régóta beszélek, puszilak titeket, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!